Ez a Bösendorfer zongora, ez Bartók Bösendorfer zongorájaként van a köztudatban, és ezt bárki, hogyha külföldiek is jönnek, akkor ténylegesen itt egy erekét csodálják meg. Az elmúlt években, köszönhetően egyébként nagyrészt Gombos László kollégánknak, oly mértékben megnőtt az intézetben a koncertélet, hogy a zongora túl nagy igénybevételnek van kitéve. Ugye ez egy 100 éves hangszer, vagy több mint 100 éves, és hát nem azért nem bírja már azt úgy, és mi szeretnénk azért azt a zongorát úgy megőrizni, hogy azon kívül, hogy zenetörténeti eszmei értéke ugye felbecsülhetetlen, de hogy azért a benne lévő részek is azért többé-kevésbé, ha mennyire lehet, azért maradjanak meg eredetieknek vagy korhűeknek. És hát ezért azt tapasztaltuk ettől a nagy igénybevételtől, hogy egyre többet kellett hangolni, beállítani, intonálni a hangszert, stb., és különböző problémák is előjöttek, úgyhogy végül is úgy döntöttünk, hogy keressünk lehetőséget arra, hogy munkába állítsunk egy olyan hangszert, amelyik bírja még jól a strapát, és hogyha olyan alkalmak vannak, akkor a Bartók zongorája mind különleges ünnepi alkalom vagy lehetőség megszólalhasson továbbra is. És hát Mácsai Jánosnak köszönhetjük azt a lehetőséget, hogy a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft.-nek ezt a Stanway zongoráját ajánlotta nekünk, hogy a Filharmóniának ez az Óbudai társaskörben szolgált, ez a hangszer sokáig, ott strapálták le teljesen, és hát, hogy akkor a Filharmónia, miután ő neki nincsen erre se tárolási helye, neki a sokkal hasznosabb, és inkább a közérdekét is szolgálja, hogy valahová kihelyezi a hangszert, és így megkaptuk a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft.-től tartós használatba a hangszert, amit ezúton is köszönünk nekik, és akkor jött számunkra a megmentő, mert ugye ez a Stanway zongora sem volt olyan állapotban, hogy igazán sokáig lehetett volna rajta még koncerteket adni, és akkor jött Nagy Gábor Tamás, az első kerületi polgármester úr, aki zenekedvelő, és mint tudják, itt az első kerületben más egyéb zenei programokkal is örvendezteti a lakosságot. Most itt a mai délután előtt beszéltem Mácsai Jánossal, ugye a Mácsai Stúdió végezte ennek a felújítását, és azt mondta, hogy tulajdonképpen mindent belülről, a kopó alkatrészeket, a kalapácsokat, a húrokat ki kellett cserélni, és most ilyen értelemben ez egy teljesen felújított külső-belső megújuláson átmenő hangszernek tekinthető. És 1986-ban, amikor ez bekerült a Zenetudományi Intézetbe, akkor pont a Mácsai Stúdió első felújítási munkája is ez a zongora volt, de hát ennek már több mint 30 éve, és hogy hallhattuk, elég nagy igénybevételnek volt kitéve, úgyhogy azt mondta, hogy éppen ideje annak, hogy ezt a zongorát újból egy teljes felújításnak tehették ki. És akkor már, ha ez így alakult, hogy ő nem vonul nyugdíjba, csak egy kicsit kevesebbet fog dolgozni itt ebbe a terembe, akkor már ezt a Stanway modellt, ami letétbe jött, akkor már ezt is felújították, és ez is ugyanolyan teljes felújítást nyert, úgyhogy én nagyon büszke vagyok, mert most itt állhatok ennek a két hangszer között, és mondhatom azt, hogy a budavári önkormányzat azért tartotta fontosnak, hogy ezeket a kincseket megőrizzük, mert ezzel szeretnénk mi is valamit hozzátenni az a nemzeti értékmegőrzéshez, amely itt ebben az intézményben, itt ezek között, a falak között zajlik. A közös zenehallgatás, a zenész és közönségének a találkozása, az semmi más hanghordozóval vagy multimédiás eszközzel ki nem váltható élményt, gazdagságot, lelki felüdülést, megtisztulást adhat az embereknek. Hát azt gondolom, ez az az ok, ami miatt mi itt tudunk állni.